hogyan emlékszel arra vissza, amikor először bejöttél ide az iskolába? Hú, hát amikor először bejöttem, akkor nagyon izgultam azért, mert nem tudom, nyilván egy teljesen ismeretlen környezet volt, és mindenki olyan nagynak tűnt, a végzősök is olyan idősnek tűntek meg minden, és de szerencsére így hamar, tehát én úgy gondolom, hogy a lovasi egy nagyon jó közösség, és nagyon hamar, mivel én énekkaros is voltam, megmentem sítáborba, így hamar lettek ismerőseim, és akkor már így nem volt olyan félelmetes a dolog. Jó volt ide bejönni 5 évig, és szerintem ez a fontos, hogy minden nap úgy jöttem be az iskolába, hogy nem, hogy úristen, már megint sulibe kell jönnöm, hanem tök jó, meg hogy belátom az osztályt, meg hogy biztos történik ma is valami. Mit kaptál ettől a gimnáziumtól? Egyrészt nagyon sok tudás, másrészt pedig kapcsolatokat, mert azok a barátságok, vannak már végzett lovas is barátaim, és akikkel ugyanúgy tartjuk a kapcsolatot, és ezek szerintem olyan barátságok lesznek, hogy így nagyon sokáig tartanak, és nem tudom, hogy ez más is. Nyilván meg lehetett volna szerezni más iskolába is, de nekem ez így egy olyan közeg, ahol sok hasonló ember van, mint amilyen én vagyok. Úgyhogy a barátokat, hát meg nagyon sok emléket, meg élményt, persze, amit mondtam már. Mert egy megpróbáltatás kezdete is ez a ballagás, meg egy nagyon jó időszaknak a vége, szerintem. Hogyan éli meg egy intézmény, az intézmény vezetője, hogy minden évben elveszíti a diákjainak egy jelentős részét? Hát nyilván természetes módon egyfelől megéli az ember, hiszen tudja, hogy ez következik. Másrészt nyilván ugye a legérettebb diákok mennek el, azok a diákok, akikkel 5 évig együtt vagyunk, tulajdonképpen már ilyen mosolyokból, meg félszavakból értjük egymást, tehát ilyen szempontból nyilván ragaszkodunk is egymáshoz, vagy legalábbis remélem, hogy nem csak mi ragaszkodunk a diákokhoz, hanem ők is ragaszkodnak hozzánk. Örülünk egyrészt, hogy értelmes érett fiatalok mennek el, hát másik oldalról meg nyilván sajnáljuk minden évben ezt.